Áld meg, Uram, ezt az úr kenyeret az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ökumenikus kenyérszenteléssel és ünnepi szentmisével kezdődtek a Szent István napi programok Szekszárdon. Ezt követően az ünneplők együtt vonultak le a Szent István térre az államalapító szobrához. Ács Rezső Szekszárd polgármestere ünnepi beszédében azt emelte ki, hogy a Szent István által lefektetett eszmék, mint a családba és a közösségek erejébe vetett hit, több mint 1000 év távlatából is örökérvényűnek hatnak. Szekszárd büszke lehet sok minden szempontból, megfelelt ennek az értékennek, ami 1000 év alatt azért nem változott tulajdonképpen, és azt üzenem a mai napnak, a mának tulajdonképpen a Szent István, hogy ha ezen értékrendek szerint végezi mindenki a munkáját és élje mindennapjait, akkor ennek az országnak és magának Szekszárdnak nem csak jelene és múltja van, hanem lesz jövője is, és ez pedig a fiatalságról szól elsősorban. A rendezvényen a bukovinai székelyek Szekszárdi Egyesülete bukovinai egyházi éneket adott elő, majd a résztvevő társadalmi, politikai és civil szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat a Szent István szobornál. Tolnán a helyi hagyományos hűen régmúlt korokat felidéző arató felvonulással kezdődött az augusztus 20-ai ünnepségsorozat. A felvonulók a római katolikus templomban folytatták az ünneplést, ahol a kenyér megáldására is sor került. Az új kenyér megszentelése után az aratókkal az élükön a Szent István szoborhoz vonultak az ünneplők. A Peszoffer Ágnes Tolna polgármestere ünnepi köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a magyar nemzet minden tagja Szent Istvánnak köszönheti, hogy már nem kell egy hontalan néphez tartoznia. A magyar nép letelepítésével, az államalapítással otthont, hazát adott nekünk, melyet tűzzel és vassal meg is védett, meg is tartott számunkra. Neki köszönhetjük, hogy nem kell hontalannak lennünk, és büszkén mondhatjuk, hazánk ott van a Kárpátok alatt, és népünk a magyar. Isten áldása legyen azokon, akik ebben a városban egymásra figyelve, őseink örökét megőrizve akarnak boldogulni, becsületben élni, jövőt építeni és remélni. Bonyhádon előbb az egyházak képviselői mondtak áldást az új kenyérre, ezt követően Filóné Ferenc Ibolya az államalapítás kapcsán megemlékezett Gizella királynéről, István feleségéről is, aki a király mellett tanúbizonyságát adta elhivatottságának, és biztos támasza volt az egyháznak és az államalapítónak. A polgármester ezt követően beszédében visszatekintett a város elmúlt 5 évének eredményeire is. A közösségünket mi magunk teremtjük. Olyan döntéseket, fejlesztéseket tervezünk a következő évekre, melyek megalapozzák és tovább erősítik az itt élő családok boldogulását, a vállalkozások eredményes működését. Ez a megerősödés mindannyiunk javát szolgálja, mert nekünk Bonyhád és Magyarország az első. Akinek erősödte szerint jósága és szeplőtelen biztosága minden idő magyarjának örök eszményképpen. Bátaszéken a Nagy Boldogasszony templomban ünnepi szentmisét tartottak a keresztény államalapítás alkalmából a kenyér megszegése előtt, megtelt a települési jelképének számító épület. A mindenható és irgalmas Isten áldja meg és szentelje meg ezen kenyereket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere kiemelte, a kenyér fontos jelkép, az élet jelképe, hozzátette, úgy tapasztalja, hogy augusztus 20-án nem arra fókuszálunk, amire szerinte kellene, Szent István emberi nagyságára, erőfeszítéseire, aki bebizonyította, hogy áldozatvállalás nélkül nincs építkezés. Magyarságunkat ezen a napon tudjuk igazán ünnepelni, talán meg kéne emlékezni azokról, a nagy uralkodókról, de az egyszerű emberekről is, akiknek köszönhetően ma még Magyarország Európa szívében itt van, létezünk, élünk. Úgy gondolom az elmúlt évszázadok során bebizonyította ez a nemzet, hogy sok tehetséges emberrel, tudomány, művészet, politika terén hozzájárult ahhoz, hogy ma egy modern Európáról beszélhetünk. Bátaszéken Werner Mihály a település korábbi polgármestere szelte fel a megáldott kenyeret, amit később szétosztottak a megjelentek között. Egyet mondunk, és egyet gondolunk. Pakson már kora délelőtt kezdődött a városi ünnep. Szabó Péter polgármester idén új helyszínen a Deákház udvarán mondott beszédet. Mint fogalmazott, az egységes magyar államot megalapító Szent István sziklaszilárdan hitt az akkor még bizonytalannak tűnő jövőben. Látta a célt, és ezért képes volt a legjobb szeleket vitorlájába fogni. Nem tévesztették meg a forgószelek,
a múlandó, erőtlen fuvallatok, sem a csupán pusztítást hozó terméketlen viharok. Az ünnepi beszédet az új kenyér megáldása követte, majd az Óváros központjában és a Dunaparton folytatódtak a programok. Dunaföldváron a Solti Ifjúsági Fúvószenekar koncertje nyitotta meg az augusztus 20-ai programsorozatot, a Dunaparton pedig országos halászléfőző versenyt tartottak, amire idén 25 csapat nevezett, közülük voltak, akik 100 főre elegendő ételt főztek meg. Én előtte hosszú-hosszú éveken keresztül főztem itt május 1-én, augusztus 20-án, de akkor mindig vadételt, meg birkát. És ott mindig első helyezett voltam. Augusztus 20-án Tolna megye több településén is koncertek és tűzijáték zárta az ünnepi programsorozatot. Szekszárdon például Geszti Péter adott 80 perces koncertet a tűzijáték előtt.